Antal Zoltán autószerelő éppen azt mutatja, mely alkatrészek mehetnek tönkre attól, ha az új benzinkeveréket nem bírja az autónk. Az új szabályok értelmében ugyanis a magyar kutakon 2020. január 1-től a sima 95-ös benzinben a kétszeresére emelkedett a biokomponens aránya. Ezt a benzinkutakon az E10 matrica jelzi. Környezetvédelmi szempontok miatt növelték a benzinben a bioetanol arányát, ugyanis ennek az égetése összességében 60-70%-kal kevesebb széndioxid kibocsátással jár, mint a fosszilis, nem megújuló forrásból származó kőolaj alapú benziné. Az új összetételű üzemanyag azonban árthat a régebbi, jellemzően 10-20 éves autóknak, mert az erőforrásait még nem feltétlenül az alkoholos benzinhez tervezték, így nem tudni, jelentkeznek-e majd a károsodás tünetei. Egy az, hogy a gumi alapú anyagok, ami az üzemanyag rendszerben vannak, ugye mivel hogy az etanol az egy alkohol tartalmú meghajtó anyag, ezek sajnos marják ezeket a gumis alkatrészeket, akár tömlőkről beszélek, üzemanyagszivattyúkban benne, bármi a porlasztó egységekbe. Antal Zoltán azt mondja, az új üzemanyag hatása nem most derül ki, hanem majd 10-20-30 ezer kilométer megtételét követően jönnek elő a hibák az autókon. Előfordulhatnak ezek a porlasztó problémák, eldugulás, egyéb üzemanyagszivárgások, megdagadnak ugye a gumialkatrészek, szivárgások fordulhatnak elő, esetleg, hogy az autó nehezebben fog indulni mindenképpen, ugye hát erre azért készülni kell. A magyar programozók által összerakott 37 ezer autót tartalmazó adatbázisból kiderül, hogy a jármű kompatibilis-e az E10-es benzinnel. A 3,6 millió magyar autóból nagyjából 1 millió kocsi nem használható tartósan ezzel az új típusú benzinnel.